Hiába nincs a cégének bevétele, és nem tudni miből él, újabb több százezer forintos táskával látták Habony Árpádot. A miniszterelnök tanácsadóját ezúttal Londonban a repülőtéren fényképezték le. Azt nem tudni, hogy mit csinált az angol fővárosban, őt magát pedig hiába kerestük. Az együtt ellenzéki párt szerint Habony körüli átláthatatlanság csak a korrupció gyanúját erősíti. A megélhetésükért aggódó tüntetők hétfőn a parlament előtt. Rájuk sem nézve sétált el előttük Habony Árpád, a miniszterelnök tanácsadója, kezében egy több mint 500 000 forintosra becsült kézitáskával. A képeket az Index fotósa készítette. A házon kívül által megkérdezett divattervező nemrég részletesen elemezte Habony öltözködési szokásait. A főtanácsadó szinte csak több százezer forintos ruhákat hord. Ez egy magasfényű valami, nem tudom, akár lehet ez antilopbőr vagy bármi. Ha antilop bőr, akkor kapásban lehet 200 000 forintnál olcsóbb, vagy 300 000 forintnál olcsóbb, ha ez olyan bőr. Ezeket a képeket a 444.hu portál egyik olvasója küldte. Habony Árpád két másik ember társaságában várakozik kedden este a londoni Heathrow repülőtéren. Habony ide is drága táskát vitt magával. A képeken látható luxusmárkás bőrön, ha eredeti, az interneten jelenleg több mint 2000 euróért, vagyis majdnem 700 000 forintért kapható. Arról nincs információ, hogy mit csinált Angliában Habony Árpád. Talán ma a kontinensen nincs, és csak Angliában ilyen szintű vitrin. 13 évvel ezelőtt adott először és utoljára interjút Habony Árpád az RTL-nek, akkor még koronagondnokként. Mára Habony a miniszterelnök és más vezető politikusok tanácsadója lett. Ezt először Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője ismerte el a házon kívülnek. Ez a minden politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal, észrevételekkel. Nem titok, hogy Habony Árpád így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Később pedig Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter is beismerte, hogy neki is segít Habony Árpád. Én ismerem Habony Árpádot, többször találkoztam vele, rendszeresen találkozom vele, kikérem bizonyos kérdésekben a véleményét, de nekem nincs tanácsadói vagy hivatalos viszonyom vele. Azt ugyanakkor a Fidesznél és a miniszterelnökségen is tagadták, hogy fizetnének Habony Árpádnak, akinek egyetlen cége van, ennek már évek óta nincs bevétele. Pedig Habony Árpád nem csak drága táskákat hord, hanem drága ruhákat és drága autókkal jár. Az együtt szerint ez az átláthatatlanság erősíti a korrupció gyanúját Habony Árpáddal kapcsolatban. Ez egész azért problémás szerintünk, mert nem látjuk, hogy ő egyáltalán honnan keres pénzt, honnan jut jövedelemhez, miközben azt látjuk most már napi szinten, hogy több százezres, milliós táskákkal, ruhákkal mászkál az utcán, utazik külföldre, miközben nem látjuk azt, hogy honnan van erre pénze. Átlátható, adózott, rendes jövedelme. Kerestük Habony Árpádot az ügyvédjén keresztül, hogy megtudjuk, mit csinált Londonban, kivel utazott, vagy kikkel tárgyalt, de adásunkig nem kaptunk választ.